tényleg teljesen ki vagyok, én már annyit tanultam, főleg egy aranyból vannak két órás, azért nem tudom, mit fogok ezekkel kezdeni, főleg a toldival, nagyon nehéznek gondolom, nem tudom, Szabina, te mit szólsz? Nem tudom, hogy gyakorolni kell. Visszatányok. Szia, láttam, hogy itt vagytok, és meg szeretném kérdezni tőletek, mert nagyon sok haláművel látok itt. Én meg most madácsot vettük órán, és kapottunk egy olyan feladatot, hogy mindenki nézzen utána, hogy madács és Arany János, ugye, hogy kapcsolódik egymáshoz, és hogy ehhez nincs valami ötletetek, vagy valami, nem tudjátok? Nekünk talán említett múltkor egy ilyet, hogy ők leveleztek egymással. Igen, ezt a könyvben láttuk is, nem? Igen, olvastunk róla, hogy Madács Imre az ember tragédiájának ízletet elküldte Arany Jánosnak, hogy a véleményét kifejtse annak kapcsán. De aztán nem igazán nyert el először Arany tetszését, mint is mondta. Gyenge fogsztatán, szóval illetve ők kortársak is volt. Igen, az biztos. De aztán adott neki egy második esélyt, és javításokat is eszközölt benne, szóval a mai formáját úgy nyerte el a darab, hogy Arany is közre játszott benne. Mm-hmm. Szerintem az nagyon jó. És hát mégis kaptunk egy ember tragédiáját végül. Szépen. Igen. Egyszer szívesen megnézném a színházban. Érdekes lehet. Én pedig szívesen játszanék egyben. Igen. Meg a díszletekkel is mennyi munka lehet megfesteni, kitalálni. Igen, rengeteg lehet, hogy mégis ugye 200 évesek ezek a költők, ugye most volt Aranynak is a 200. évforduló, és annyira durva, hogy ezek a művek is, mind a Toldi, mind az ember tragédiája, és még mind fennmaradtak. És akárhányszor voltunk ezeket megnézni, mindig valahogy másképp adták elő ezeket a dolgokat, és ez nagyon durva szerintem az a dolog, hogy ugye minden rendezőnek valamilyen újat is. Igen, ebből is látszik, hogy még 200 éves távlatból is milyen nagy kihatással vannak a mai színház történetre. Hatalmas személyek lehettek. Azok. Hát igen. Az remélem segíthetünk. Mi is velük töltjük a délután. Ismerős szituáció. Hát jó tanulást, remélem tudtunk segíteni. Igen. Szóval nektek is sok szerencsét. Sziasztok! Szia!